Émelgés, reggeli rosszul lét, fáradékonyság. Ezek a várandóság első és mondhatni általános tünetei. Azonban van egy pont, ami már nem normális. Felföldi Eszter egy tolnai édesanyja terhessége első trimeszterét nem tudta csodaként megélni, mert a 6. héttől kezdve egy számára ismeretlen betegséggel kellett szembenéznie. Ez a vészes terhességi hányás. Nagyon sokat hánytam, és nagyon aluszékony voltam, illetve gyenge. Majd amikor már úgy éreztük, hogy ez már súlyosbodik, akkor döntöttünk úgy, hogy kórházba megyünk, ahol vizeletvizsgálatot végeztek, és megállapították, hogy régóta súlyosan ki vagyok száradva, és maradandó szövődményekkel számolhattam volna, hogyha nem jövök idejében kórházba. Ezek után elkezdték nála az infúziós kezelést. A tünetei a terhesség 9. hetében tetőztek. Ekkor már sem ételt, sem folyadékot nem tudott magához venni, és annyira legyengült, hogy az önellátásra sem volt képes. Közel egy hónapot töltött kórházban, és míg a legtöbb kismama súlya ilyenkor gyarapodik, ő ez alatt 13 kg-ot fogyott. Dr. Komáromi Fülöp Zoltán szülésznőgyógyász szakorvos elmondta, fontos, hogy a kismamák vagy családtagjaik időben felismerjék, hogyha már abnormálisak a terhesség tünetei, hiszen káros lehet akár a magzatra is. Hogyha olyan állapot alakul ki, amikor az édesanyja már veszélyben van, akkor kevesebb az a tápanyag mennyiség, ami ugye a babába is, a magzatba is jut, és ilyenkor lehet hosszú távú következmény az lehet a méhen belüli fejlődés elmaradása, a kiszületési súly. A doktor hozzátette, hogy a magyarországi terhesnők mindössze 2-3%-ánál fordul ez elő. A kialakulásának okára még nem derített fényt az orvostudomány, de azt már tudják, hogy női ágon öröklődhet. Felföldi Eszter úgy döntött, figyelemfelhívó kampányt indít annak érdekében, hogy minél többen be tudják azonosítani ezt a ritka kort, és másoknak ne okozzon akkora riadalmat, mint amilyet nekik okozott. Most minél több helyen szeretnénk erről beszélni, hogy minél szélesebb körben megismerjék a betegséget, illetve majd a továbbiakban, hogyha a honlapunk elkészül, ott egy kérdőívet tölthetnek ki azok a kismamák, akik ebben a betegségben szenvednek, vagy esetleg arra gondolnak, hogy ez a betegség érinti őket, és ezáltal ki tudunk szűrni belőle olyan dolgokat, amivel kezelni tudjuk majd. Eszter a betegség legyőzése után természetes úton egy egészséges kislányt hozott a világra.